A kutyák szintén fontos szerepet játszanak a rendőri munkában, és speciális kiképzésük folyamata jelentős a hivatásosok számára. Alezredes úr, milyen hagyományai vannak a kutyakiképzésnek Magyarországon? Egy nagyon fontos része a történelmünknek, de nem csak a hazainak, hiszen a kutyák nagyon régóta társai az embernek. Szinte a kezdetek óta vannak fel, mióta barlangrajzok akár léteznek, ugye azóta vadászati és harcászati céllal nagyon régóta alkalmazzák a kutyákat. Ezáltal a képzés nagyon régre nyúlik vissza, amelynek most jelenleg a gyümölcseit élvezzük. A 18. században már komolyabban speciális jellegű képzéseket hajtottak végre, de a 19. század végén és a 20. század elején már jellegzetesen speciális képzések voltak Magyarországon is, amelyekre épülve alakult ki a jelenlegi kutyakiképzés fellegvárának Dunakeszit tekintjük, a Rendészeti Oktatás és Kiképző Központnak, a Kutyavezető Képzés Állatfelügyeleti Főosztályának az objektuma, ahol jelenleg is tartózkodunk. 1949 óta nevesítjük magát a kutyakiképzést, hiszen most lesz 75 éves évfordulója ennek a speciális tevékenységnek, amely részét képezi a közrendvédelmi és a bűnügyi feladatoknak is. Az alkalmazás tekintetében megkülönböztetünk kényszerítő eszközként történő alkalmazást, ami a rendőrségi törvény alapján hajtódik végre, és kereső tevékenységként, amikor speciális elrejtett dolgokat keresünk kutyával. Ez lehet bűnügyi, vagy akár közrendvédelmi területen megvalósuló is, itt összekapcsolódik. Nagyon fontos ennek a képességnek egyrészt nem csak a speciális ismerete a kutyavezető részéről, hanem a parancsnokok részéről történő ismerete, hiszen ez egy olyan speciális képesség, amelyet a parancsnokoknak az adott szervezeti struktúrában, az intézkedési hálóba be kell építeniük. Ezért, ez felismerve 2016 óta külön egy tantárgy keretében oktatjuk a leendő tiszteket, vezetőket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, a szolgálati kutya alkalmazása szabadon választható tantárgy keretében, amely örömmel jelentem olyan népszerű, hogy pár perc alatt betelnek a helyek, már jóval 500 fő felett van, akiket kiképeztünk. Ennek az a jelentősége, hogy a képzés önmagában bármilyen profik a kutyavezetők, ha a rendészeti hierarchikus struktúrában, a rendvédelmi szerveknél a vezetők nem tudják a saját intézkedésükben beépíteni a szolgált kutya alkalmazási képességét, akkor öncélú a képzés. Napjainkban is nagyon nagy támogatásnak örvend a legmagasabb szintű vezetés körében is. Milyen szabályai vannak a kutyakiképzésnek? Örömmel jelentem, hogy önálló szabályzata van. Régebben a lovas és kutyás szabályzat egy szabályzóba került meghatározásra, ami nagyon fontos volt, mérföldkő volt, de szerencsére a vezetők felismerték, hogy önálló képesség mind a szolgálati lovak, mind a szolgálati kutyák alkalmazása, ezért önálló szabályzat került elfogadásra az Országos Rendőrfőkapitányság részéről, és az alapvető feladatok a képzésre, a tevékenység folytatására ebben találhatók. Ennek azért is van jelentősége, mert törvényi szinten megtalálhatók a végrehajtási lehetőségek, de a jogszabályi hierarchia nagyon fontossá teszi, hogy minél közelebb a végrehajtáshoz történő olyan szabályozás, jelenleg ezt közjogi szervezet szabályozó eszköznek hívjuk, amiben történik, hiszen egy törvény nem tud mindenre kiterjedni. Tehát örömmel jelenthetem, hogy megfelelő szinten szabályzott, és az is nagyon fontos, hogy folyamatosan változik, ugyanis az élet és az igények változnak, a lehetőségek, hiszen teljesen megváltozott az alkalmazási környezet, mint 10-20 vagy 30 évvel ezelőtt, ezért nekünk is változtatni kell, hogy milyen lehetőségekkel ruházzuk fel a kutyavezetőket, és milyen speciális képzésben részesítsük őket ahhoz, hogy megfeleljenek a 21. század intézkedési követelményeinek. A kutyavezetők egy olyan speciális állománya, nem csak a rendőrség, hanem a rendvédelmi szervek állományának, aki hihetetlenül másképp áll a feladatához. Tehát szinte elképzelhetetlen az, hogy valaki azért,
hogy jobban dolgozzon, saját maga belefektet energiát, hogy mondjuk egy jobb fegyvere legyen. A kollégáink saját maguk próbálnak előképezni kutyákat azért, hogy még jobban tudják szolgálni a saját rendvédelmi szervüket. A kutyákat minden esetben vagy tenyésztőktől, akik speciálisan erre a feladatokra képeznek kutyákat, vagy egyébként civilektől is vásárolunk. Minden évben, amikor a képzéseink elkezdődnek, előtte meghirdetünk egy kutya kiválasztási eljárást, ezt közzé tesszük különböző médiafelületeken, és olyankor ide hozzák hozzánk ezeket a kutyákat. Mi ezeket a kutyákat elég szigorúan szűrjük, azt tudni kell azért, hogy a felvezetett kutyáknak olyan 10%-a az, ami megfelel a mi képzésre vonásunkra. Nem egyedi dolog, ez az Európai Unióban több helyen megfordultam, nagyjából mindenhol így működik, és kb. Ezekkel a minőségi kutyákkal is tudnak ők dolgozni egyébként, amit mi is kapunk. Sajnos az ár fekvés az kint külföldön azért elszívó erő van, mert jobban meg tudják fizetni ezeket a kutyákat, mint mi, de hát hál' Istennek hozzánk és esnek be azért jó minőségű kutyák. Amik már előképezte, ott azért elvárjuk, hogy a kutyának legyen egy bizonyos tudása. Ha a kereső munkára, akkor egy minimális kereső tevékenységet tudjon a kutya dolgozni, amelyik meg őrzővédő munkára kerül, abban meg legyen egy őrzővédő erősebb ösztön, illetve egy bizonyos őrzővédő munkát már szintet már tudjon hozni. Aki pedig családtól kerül be hozzánk, attól nem várjuk el ezt, mert ugye nem estek át különböző alapképzéseken. Náluk az ösztönszintet nézzük, a kutyának az alapösztönét, mennyire aportos, mennyire dolgozik, mennyire zsákmányszerző ösztönös. Ezeket szoktuk nézni, és ez alapján a kollégáim, ez az elsődleges. Ezt különböző szituációkban, különböző feladatokban nézzük meg, és emellett nézzük a kutyának a szocializációját, felmer-e menni egy lépcsőn, tud-e végigvenni egy magasabb pallón, csúszós területre bemere menni, idegen területre be tudom menni, sötétbe például. Nagyon sok kutya, minek az egy teljesen természetes a kutyának, de nem. Hogyha nem fordult még meg ilyen környezetbe, akkor az a kutyák nem valószínű, hogy nem fognak bizonytalanságot mutatni. Ami kollégáim eldöntik, hogy ez olyan szintű, amit lehet esetleg kezelni, vagy olyan szintű, amivel sajnos nem tudunk mit kezdeni. Az első az a lövésteszt. Itt az idegrendszernek egy nagyon nagy terhelést adunk az első pillanatban, idegen helyen, idegen emberek között, és még nagyon hangos zajok is vannak. Itt általában a lövést teszem a kutyáknak már ilyen 70%-a ki szokott esni, és innen megyünk tovább a különböző feladatokkal, ha ez megvan. Utána a kutyákat megnézi az állatorvosunk. Ha mindenem megfelel a kutya, akkor az szokott történni, hogy mi ezt a kutyát, amelyik megfelelt, átvesszük a gazdájától 25 nap megfigyelésre. És a 25 nap alatt a kollégáim elkezdik a kutyát kicsit komolyabban tesztelgetni, és ott, ha kiderül, hogy van olyan tulajdonság, ami nekünk nem jó, vagy olyan betegsége, vagy bármi, akkor mi a kutyát visszaadjuk a gazdájának. Amelyik a 25 napon túl van, és megfelel, arra pedig javaslatot teszünk a területi szervnek, hogy megvásárolhatja a kutyát, és képzésre vonásra alkalmas lehet a kutya. Na és itt jön a csavar, mert ugye nem csak a kutyát válogatjuk, hanem hozzá a kutyavezetőt is, hisz ennek a kutyának egy kutyavezető, akik majd együtt fognak képződni nálunk. Tehát még az embert is választani kell. A kutyához pontosan választanak embert, vagy az emberhez kutyát, vagy hogy van ez? Ez úgy szokott működni, ugye, hogy nekünk az iskolának csak a képzés a feladata, a területi szervek küldik be hozzánk a jelölteket, ezt ők először megszűrik, aztán megszűrjük mi is őket egy picit, és amikor a kutyának az első 10 napja 25-ből letelt, akkor szoktuk azt csinálni, hogy behozzuk mellé azt a kutyavezetőt, aki majd lesz a kutya. És megnézzük, hogy működnek együtt, megvan a szimbiózis. Előfordulhat, hogy nem tudnak együtt dolgozni, nem értik meg egymást, más a mentalitásuk, nem tudnak egymáshoz csiszolódni. Ilyenkor szokott az lenni, hogy vagy a kutyát visszaadjuk a gazdájának, az eredeti gazdájának, és keresünk egy másikat a kollégának, vagy ha már nagyon kicsúsztunk az időbe, akkor sajnos azt kell mondanunk a kollégának, amire a következő képzésre tud jönni, amikor majd a kutyát ki tudjuk neki választani. Meddig tart egy ilyen képzés? A képzés az mindig az adott szakiránynak megfelelően van beállítva. Egy járőrképzés az három, ha esetleg úgy látjuk, a kutya nem biztos, hogy a három hónap alatt meg tudja azt a szintet ugrani, amit mi elvárunk tőle, hogy a minősítése megtörténjen, akkor ilyen 3,5 hónap. Egyébként kábítószerkereső, rónikus 4 hónap, nyomkövető,
és egyéb, az pedig már több, azok ilyen fél éves időtartamok vesznek igénybe. Nem sok egyébként, Horvátországon most, hogy kim voltam, ott valamelyik kutyát egy évig is képzik, szóval nálunk viszonylag gyorsan megy a rendszer, de kollégáimnak nem szokott ez gondot okozni, úgyhogy viszonylag gyorsan át tudjuk a kutyákat lendíteni a kezdeti nehézségeken. Mindig van, ugye van olyan kutya, amelyik nem bírja a többi kutyát elviselni hirtelen, nagyon nagy terhelés kapnak. Az amikor egy gyereket beteszünk az iskolába, és hirtelen elkezdjük a fejükbe nyomni a tudást. Kutyák is ilyenek, hogy ilyenkor van, amelyik bírja. Olyan is volt sajnos, amelyik képzés közben elfáradt, és nem tudtuk végigvinni a képzést. Ilyenkor mindig az van, hogy megpróbáljuk őt valamilyen jobb helyre odaadni, ahol nem kell neki dolgoznia.